Az utóbbi években abban a szerencsében részesültem, hogy mindig részt vehettem a hangszerész tanulóknak a záróvizsgáján. Ez egyébként egy elég hosszadalmas folyamat, 4 részből áll, kell írni egy szakdolgozatot, van egy írásbeli vizsgarész, van egy szóbeli és van egy gyakorlati vizsga. És ezek nekünk nagyon-nagyon jó élmények, nekünk ilyen vizsgabizottságnak, mert fantasztikus, tehetséges, életre való és szakma szempontjából elhivatott fiatal kollégákkal találkozunk. Zsélinken emlékszem, hogy 3 évvel ezelőtt is olyan jó érzéssel kísértük végig ezeket a vizsgákat, hiszen 2 nagyszerű gitárkészítő fiatal kollega is akkor vizsgázott, és akkor már úgy megfogalmazódott bennem, hogy engem alapvetően érdekel, hogy a szakmában ki mit csinál, és hogyan fejlődik az egész szakma. És általában idősebb mesterekkel szoktam erről beszélgetni, de kifejezetten kezdett érdekelni, hogy mit csinál egy fiatal hangszerkészítő, amikor elvégzi az iskolát. Te hogy emlékszel erre a vizsgára? Hát talán az egyik legemlékezetesebb vizsgám volt, akkor egy akusztikus gitár hátat gerendáztam, és egy ilyen házakészítésű kalodát készítettem hozzá, amiben bebírom ezeket a kis feszítő rudakat tenni, amivel leszorítom egyenletesen a gerendákat, és éppen a vizsga zárásánál jártam. Ez a kaloda lent volt a földön, és így hasonkúszva, mászva, műhely padlóján rakosgattam be ezeket a kis fákat, töröltem le a ragasztót a gerendákban, és akkor jött be a vizsgabizottság, hát egy ilyen, az a gyomorideg, nyilván vagy vizsgadrukk, ami ilyenkor van az emberben, én kúszok a porba, és ragasztom a gerendákat, hát ez mindenféleképpen egy nagyon emlékezetes mozzanat volt, de talán az egyik legjobban sikerült vizsgám lett. Különben. Hát azt hiszem, hogy ez bennünk is megragadt. Pontosan a szakma szépségét láttuk, mert mi is ezt csináljuk nap, mint nap. Kúszunk, mászunk a földön, vagy lehetetlen pozícióba próbálunk eredményre jutni azért, hogy valami fontosat, valami értékeset tudjunk csinálni. Na, ezt láttuk rajtatok akkor, és ezért is gondoltam, hogy Szabadai Csabával és Barna Ákossal ebben az új, alig 1 éves műhelyben beszélgessünk, hogy egyáltalán hogy mertetek abba belefogni, hogy létrehoztok egy önálló vállalkozást? Hát részben a szakmai iránti szeretettünk, vágyunk, hogy mi ezzel akarunk foglalkozni, részben a körülmények hozták így ki. Igazából most nyilván így a jelen pillanatban magam nevében beszélve, ahogy elvégeztem az iskolát és a mesteremmel kezet fogtam, és elbúcsúztunk egymástól, és utamra engedett. Azért néhány helyen én megfordultam. Volt egy időszak, amikor nyilván saját hangszereimet otthon elkezdtem rendbe rakni, majd később ide-oda csapódtam, és így szívtam magamba a tudást, hogy minél szélesebb látóköröm legyen így a szakma felé. Szerintem ez nagyon fontos, hogy meg tudjunk tapasztalni mindent, ki hogy dolgozik, hogy tekint bizonyos munkákra, és gyakorlatilag ebből formálódott ki a mai énem, vagy a mai szaktudásom, kicsit innen, egy kicsit onnan, és ahogy így nekem talán a leghatékonyabb, vagy a legjobban kézreálló megoldás, én a mai napig ezt használom, és hát úgy alakult, hogy megszűnt az a műhely, ahol akkoriban dolgoztam, és akkor gondolkodni kellett, hogy hogyan tovább. Na de várjál, megszűnik egy műhely, meg eleve több műhelybe kell vándorolni, mert hogy sehol nem tudják megfizetni, valljunk be őszintén a segédeket, igen. Ennek ellenére belemertek vágni egy vállalkozásba? Hát ebből szeretnénk megélni. Tehát ez az a munka, vagy az a szakma, amit nem is tudnám munkának tekinteni. Tehát, hogy ez valahol úgy testileg, lelkileg kikapcsol, és ez nem munka. Ezért is ragaszkodik szerintem valamelyest ez ennyire az ember.
mert ez egy olyan tevékenység, ami nem pótolható. Világos, de hát ugye az ember általában a hobbiára, a kikapcsolódására áldozni szokott. Tehát most akkor mi ott tartunk, hangszerészek, hogy áldozunk a saját hobbinkra, a szakmánk? Hát jelen pillanatban mi még igen. Alakul minden. Ugye ez egy friss műhely, friss vállalkozás. Nem is volt célunk, hogy egy ilyen nagyon nagy marketing kampányt vigyünk véghez. Ismernek bennünket többen is, tehát találkoztak már velünk az emberek, hát éveken keresztül dolgoztunk bizonyos műhelyekben, tehát hogy ha más nem arcról megismernek bennünket. Ahhoz, hogy el tudjon indulni egy ilyen műhely, azért kell legyen egy kundschaftkör, kell legyen egy ismertség. Ez hogyan alakul nálatok? Hát alapvetően nyilván van egy közönség, akár ismerősök, barátok, zenésztársak, akik így, hogy megnyitottunk már ide hozták a hangszereket. Nagyon nagy marketing kampányunk nem volt, nem is éreztük szükségét, inkább úgy gondoltuk, hogy azért járjanak ide az emberek, amit mi csinálunk, vagy a milyen minőségben, és nem azért, mert ez egy felkapott, felhájpolt műhely. Ez egy lassabb folyamat, úgy gondolom, tehát sokkal nehezebben épül ki az ügyfelkör, viszont én azt hiszem, hogy sokkal stabilabb, sokkal barátibb, emberközpontúbb, így ha megismerne bennünket, megismerjük szépen lassan a visszajáró ügyfeleket mi is, az igényeit, a hangszereit, ez egy kicsit ilyen biztosabb, lassabb, nehezebb, de mi így szeretjük. Azért ez a gitár, ez egy nagyon tág fogalom manapság, tehát az elektromos gitároktól visszafelemenve, akár időben is, térben is, az akusztikus hangszerekig. Nálatok most jelen pillanatban mi a fő profil? Az az érdekes, hogy nyilván gitár, persze. Tehát ugye ebből van a legtöbb elektromos gitár, akusztikus gitár, ilyen klasszikus gitár, ezek amik folyamatosan, tehát hogy így nagyon nem lehet bekategorizálni, hogy melyik több ilyen hullámokban mindig változik. Nálunk ami érdekesség, én például nagyon szeretem a banjókat, és ez úgy, én így az utóbbi időszakban ugye elmentem így egy ilyen banjós vonal felé. Ákos kollégám, ő pedig ezeket a távol-keleti kultúra, meg keleti hangszerek, amiket úgy érdeklődési szinten nagyon preferál, és így jobban beleásta magát. Tehát már volt indiai, török hangszertől kezdve nagyon sok ilyesmi, ami nagyon nagy izgalom dolgozni is, mert nekünk is így élőben látni, és azt egy igazán használható hangszerét tenni. Azért az egy kihívás, tehát nekünk is sokat kell ilyenkor tanulni, és ez a jó, hogy igazából a mai napig folyamatosan tudunk tanulni. Egy átlagos gitárboltban, van egyáltalán ilyen, hogy átlagos gitárbolt, nem csak a klasszikus hangszerek, meg az elektromos hangszerek érkeznek, hanem azért pont manapság, amikor a világzene annyira érdekes és olyan dinamikusan fejlődik. Azért úgy el tudom képzelni, hogy valaki egyszer csak benyit az ajtón és hoz mondjuk egy kirgiz pengetős hangszert, vagy egy indiai nem létező pengetős hangszertípust. Olyankor mit csináltok? Hát első körben megpróbáljuk kideríteni, hogy ez mi egyáltalán, mi a hangszer. Hát és utána itt sok mindentől függ, nem feltétlen szokott az kívánalom lenni, hogy használható is legyen. Tehát többször volt az, hogy csak mondjuk úgy behoztak, hogy nem volt rajta húr, nagyon elhasználódott már akár egy-egy alkatrész, és inkább csak annyit szeretnének, hogy ki lehessen tenni a falra, és nézzen ki valahogy. Ez az egyik része a dolognak, a másik pedig, amikor használni is szeretnék, hát utána kell járni, amennyire csak lehet. Egyáltalán tényleg hogyan játszanak rajta,
éppen milyen állapotban van, mit kell vele csinálni. Sok utána járás. Milyen ilyen különleges hangszerek fordultak itt meg a kezed alatt? Hát volt legutoljára egy szitár volt, ami balkezesre elkezdték átalakítani, és ezt kellett igazából befejezni. Sok minden volt még rajta ahhoz, hogy tényleg bal kézre át lehessen fordítani. A hangoló kulcsokat áttették, mondjuk a másik oldalára már átfúrták, de akár az érintőket megfordítani. Volt egy húrvezető, maga a húrlábat arrébb kellett tenni, vájatokat megcsinálni, hogy a húrok átkerüljön minden a másik oldalra. Az mondjuk úgy meg is lett beszélve a tulajjal, hogy ez tényleg inkább úgy, hogy itt van, nem az lesz, hogy most akkor jövő hétre mindenki kész kell legyen, hanem tényleg szépen nyugodtan, amikor úgy adta az idő, akkor foglalkoztunk vele. Ezt hogy tudjátok arányba állítani, hogy ide kerül egy gitár, valamiféle munkát el kell rajta végezni. Azt nagyjából látod, hogy mennyi idő alatt tudod megcsinálni, de hogy ez hogy lesz értékarányos? Magyarul ki tudja-e fizetni a vevő azt? Hát egy gitárnál úgy nagyjából adott, meg úgy tudjuk, hogy milyen munkafolyamat mennyi időbe, és előreláthatólag mennyibe fog kerülni. Ezt inkább az ilyen különlegesebb dolgoknál merül ez fel. Ilyenkor tényleg szeretjük azt is mondani, hogy kell idő egyáltalán, mire kiderítjük, hogy pontosan mi a probléma, mit tudunk vele csinálni. Hát az a része, hogy kifizetődő-e, szerintem még sok mindent bevállalunk úgyhogy igazából mi se tudjuk, hogy pontosan mennyi munkánk lesz vele. Tehát erre sokszor nem is feltétlen mondunk olyan árat, hanem ez még nekünk is így a kíváncsiság része, meg tulajdonképpen az, hogy munkaórában nem kifizetődő, de az, hogy megismerünk egy hangszert, és szerzünk belőle tapasztalatot, most szitert is, nem sokat lát az ember. Örülök, hogy egyáltalán volt itt egy, amivel tudtam foglalkozni. Úgyhogy itt inkább ez a része, ami vonzó, nem az anyagi megtérülés, hanem maga a hangszer. Minden szakmánál úgy van, hogy az embernek nagyon nagy szüksége van a kollégák tapasztalatára, az együttműködésre, ki mit látott már az életében, és milyen tapasztalatai vannak. Nektek milyen ilyen baráti kapcsolatotok van? Kikre tudtok számítani? Hát ahol voltunk tanulók, a Vintage 52-ben hozzájuk, bármikor vissza tudunk menni, akár a Attilákat, akár Tivadart, a mesterünket. Ő tudjuk igazából zargatni mindenféle kérdéssel. Ugyanúgy ott van a Lengyel Andrással is dolgoztunk együtt, tőle is. Hogyha úgy van, igazából ő is egész gyakran bejön ide hozzánk, csak megnézni, hogy egyáltalán hogy vagyunk, mint vagyunk. Szerintem igazából bárki. Úgy nagyjából azt tapasztaltuk, hogy akit ismerünk, mindenki segítőkész, és hogyha valami olyan kérdés van, akkor nagyon szívesen segítenek. Mire összeáll egy műhely, rengeteg energia és rengeteg szerszám, alkatrész, gép szükséges. Ez bizony nem két fillér. Hogy tudtátok összehozni ilyen rövid idő alatt? Elvégeztétek a sulit, tanultatok még mellette más műhelyekbe, és aztán hirtelen létrejött ez a műhely. Hát ezt már előtte elkezdtük.
tehát akár már a sulis években is úgy igyekezett az ember egy-egy szerszámot beszerezni, és amikor pedig elkezdtük ezt csinálni, hát muszáj volt egy-egy dolgot még megvenni hozzá, de igazából ennyiből a pengetős szakmával szerencsénk van, mert annyira óriási nagy gépkészletet ez az ága a hangszerészetnek nem igényel. Nyilván jó, hogyha van, sok mindent meg tud egyszerűsíteni, de tulajdonképpen azért kézi szerszámokkal is a legtöbb mindent meg lehet csinálni, meg lehet oldani. Úgyhogy tulajdonképpen el lehet kezdeni viszonylag kisebb szerszámparkkal, aztán folyamatosan bővíteni. Milyen perspektívát látsz? Hát én remélem, hogy ez itt működni fog, beindul szépen a bolt, és remélem minél többen megszeretnek minket, jönnek ide, hozzák a hangszereiket, mi pedig gond nélkül el tudunk élni, meg tudjuk ezt folytatni tovább. Azt tapasztalom, hogy egy-egy műhelyben nagyon-nagyon fontos az a vevőkör, akik mondjuk egy-egy zeneiskolához kapcsolódnak, tehát a zeneiskolai hangszerek karbantartása. Nálatok ez hogy van? Hát így kifejezetten úgymond szerződéses szinten, vagy így nem állunk kapcsolatban zeneiskolákkal, de itt a környéken elég sok ilyen művészeti iskola van, zeneiskola, és ahogy úgy kezdenek bennünket a szülők felfedezni, hogy itt egy gitáros műhely, esetleg egy húrozás, egy általános beállítás, karbantartás, ezek így, így egyre gyakoribbak. Tehát, hogy így kezdenek bennünket így megtalálni így a zeneiskolás hangszerek is. Az is egy kicsit merészség volt, nem? Hogy Óbudán nyitottatok üzletet. Itt gyakorlatilag nem nagyon voltak hangszerkészítő műhelyek. Abszolút nem. Nekünk célunk volt, hogy nem konkurenciaként szeretnénk most tehát megjelenni, úgymond így a hangszerész felhozatalba. Tehát még egy pengetős műhelyt készíteni, vagy létrehozni bent a belvárosban, tehát nem láttuk annak értelmét, hogy egymás elől happoljuk el a munkákat, vagy egy ilyen jellegű verseny legyen. Tehát mi azért is gondolkodtunk ebben a régióban, mert egy az nincs így közvetlen közelünkben pengetős hangszerész, illetve azért itt a bejövő forgalom, az átmenő forgalom, akár Szentendre felül, Esztergom, Dorogpára, útba esünk. És akkor tulajdonképpen egy Budapest is vonzás körzetéből egy falatot le tudunk venni, és akkor nem kell beingázni a városba, ilyesmi. Most, hogy itt elindult ez a műhely, és biztos azért elképzeled, hogy mondjuk 10 év múlva mit fogsz csinálni. Hogy képzeled magad 10 év múlva? Hát remélem ugyanennél az asztalánál leszünk, és a következő ilyen beszélgetésünk az már arról fog szólni, hogy na is, akkor ez az elmúlt 10 év, hogy telt és milyen sikerekkel. Én úgy gondolom, hogy hát ez a cél mindenképp, hogy meg tudjunk maradni. Terveink között, legalábbis az én terveim között szerepelnek olyan előadások, olyan dolgok, amik esetleg így fölhívják a figyelmet arra, hogy mire jó egy hangszerész, mivel foglalkozik. Sok esetben ez így nem tiszta. Sokan nem is ismerik ezt a fogalmat, mint hangszerész, tehát nem feltétlenül csak gitárkészítésről szól itt a dolog, hanem esetleg főleg tanulni kezdő embernek fontos, hogy egy jó beállított hangszere legyen, egy kényelmes, amin öröm játszani, és nem elveszi a kedvét attól, hogy ő a jövőben esetleg gitározzon. Tehát a kezdetek is nagyon fontosak, és ezekben tudunk mi segíteni. Akár egy jó hangszervásárlás, vagy választás, és akár egy kényelmes, egy jó játékélmény nyújtó hangszer átadása, vagy létrehozásában ebbe tudunk segíteni sokat. Az nagyon jó. Hát akkor azt megígérem, hogy 10 év múlva majd erről beszélgetünk, de addig is minél gyakrabban. Köszönöm szépen.